Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Nézzük főbb témáinkat. Sikeres adománygyűjtés. Csaknem egy teherautónyi adományt gyűjtöttek össze Csongor településnek. Soproni siker. Ismét kijutott az Erdész Diákok Európa bajnokságára a Rót szakközépiskola csapata. Nyugdíjas Szabad Egyetem. Dr. Éfi Sarkadi Sándor előadása nyitotta a 10. szemesztert. Sikeres volt az adománygyűjtés, amelyet a kárpátaljai Csongor település támogatására szervezett a Sopron Segít Közalapítvány és a Szent Benedek Idősek Háza. A szervezők babaholmik, babaápolási termékek, készség- és képességfejlesztő játékok gyűjtésére hívták fel a lakosság figyelmét. Idén nem csak Sopronban, hanem Fertődön, Hegykön, Saródon és Sopron-Horpácson is adományoztak az ott élők. Az idei évben is adománygyűjtés szervezett a Sopron által támogatott kárpátaljai Csongor település számára a Sopron Segít Közalapítvány és a Szent Benedek Idősek Háza. Városunk mellett 4 környékbeli település is meghirdette az akciót: Fertőd, Hegykő, Saród és Sopron-Horpács. A szervezők gyermekes családok részére babaholmikat, babaápolási termékeket, jó minőségű gyermekruhákat vártak, valamint a helyi óvoda és iskola számára készség- és képességfejlesztő játékokat gyűjtöttek. 3 járművel vittük ki az adományokat, több mint 8 köbméter jött össze, és annyi babaruhát, kiegészítő ilyen gyermekápolási terméket sikerült összegyűjteni a Soproniak jóvoltából, hogy minden kisgyermeket nevelő családnak jutni fog, és még marad is, és úgy egyeztettük le az önkormányzattal, hogy a születendő gyermekek egy ilyen kezdő csomagot fognak kapni a településen. A Sopron Segít Közalapítvány pénzadományt adott át Baksa Tibornak, Csongor polgármesterének, amelyből a városvezetőség egy pénzalapot hoz létre. A Sopron Segít Közalapítványnak a felajánlása, 300.000 forintot adtunk át Csongor település önkormányzatának, akik ott a képviselőtestet úgy döntött, hogy egy pénzalapot hoznak létre, aminek a célja az, hogy később ezt mindig pótolni tudják, és az ott élő jobb módú családok is ebbe beszálljanak, és ebből első körbe az özvegyeket, akik egyedül nevelik kisgyermeküket, azt szeretnék támogatni. Sajnos sok ilyen van ezen a településen. A szervezők köszönetüket fejezik ki mindenkinek, aki adományával hozzájárul Csongor település segítéséhez, és jövő évben is szerveznek hasonló adománygyűjtést. Sikeresen szerepeltek a Rót Gyula Erdészeti Faipari Szakközépiskola diákjai a hazai erdészképzés egyik rangos versenyén. A soproniak győzelme továbbjutást is jelent, az iskola tanulói képviselhetik hazánkat az Erdész Diákok Európa bajnokságán. Gyakorlati bemutató a győztes soproni diákok és felkészítő oktatói közreműködésével. A Rót Gyula szakközépiskola tanulói a dr. Szepesi László erdész gépész emlékversenyen is ilyen feladatokat oldottak meg, szigorú értékelés mellett. A 3 oldalról megmérik a szöget, ugye a merőlegestől, illetve a derékszögtől eltér, mennyire tér el, és végül megmérik a fennmaradt részt milliméterben. A szakmai megmérettetésre az ország erdészképzésben résztvevő iskolái nevezhették diákjaikat. A soproni szakközépiskola 2 csapattal szerepelt a versenyen. 3 fő feladatból áll ez a verseny. Van egy egyéni írásbeli, van egy egyéni motorfűrészeléses versenyszám, de az egyben ugye csapatverseny is, illetve van egy szóbeli, ami csapatverseny, és akkor ebből a 3 fő részből áll össze az összpontszám. A Pilis Csabai versenyen a soproni diákok az 5 gyakorlati feladatból 4-et megnyertek, mely bizonyítja, sikeres volt a hosszú felkészülés. Már az év elejé óta délutánonként jártunk, és az utolsó 2,5-3 hetet azt reggeltől estig készüléssel töltöttük. A megmérettetésen 9 csapat indult, összesítésben végül az első és a második helyen végeztek a soproni fiúk. A versenyen igazából azt hoztuk, amit vártak, úgyhogy nagy nehézségek nem voltak, mert sikerült felkészülni mindenre, ami lehetséges volt. Felkészülni, rajta! A győzelem továbbjutást is jelent, hiszen a soproni iskola diákjai képviselhetik hazánkat az Erdész Diákok Európa bajnokságán. Iskolánk már 2-szer volt kint Európa bajnokságon, egyszer Olaszországban és egyszer Észtországban. Tapasztalatok vannak, úgyhogy reméljük jól sikerül a felkészülés, és szép eredményt érnek el a srácok. A nemzetközi versenyen szigorúbb szabályrendszerrel szembesülnek majd a tanulók, mint itthon. Az Erdész Diákok Európa bajnoksága tavasszal lesz Svájcban.
Sopron is méltóképpen emlékezik az 1956-os forradalom kitörésének 60. évfordulójára. Szabadságra ítélve Sopron forradalma 1956 címmel nyílik kiállítás a festőteremben, pénteken 16 órától. A megnyitó beszédet mond Fértő Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője. Szintén október 21-én 18 órakor a Gyík rendezvényházban dr. Ifjú Sarkadi Sándor a forradalom soproni eseményeit bemutató két kötetét ismerhetik meg az érdeklődők. Szombaton szintén a Gyík rendezvényházban 16 órától a Nyugat-Magyarországi Egyetem díszünnepségére várják az érdeklődőket, ahol beszédet mond professzor dr. Faragó Sándor rektor és dr. Fodor Tamás polgármester. Október 23-án 16 órától az egyetem botanikus kertjében az 56-os emlékműnél kezdődik a megemlékezés, majd a résztvevők fáklyákkal a kezükben vonulnak át a Széchenyi térre, ahol 18 órakor kezdődik a városi ünnepség és a szoboravatás. És most egy új helyszínen, tehát a Széchenyi téren, de nem a megszokott helyszínen a hűségzászlónál, hanem egy kicsit feljebb a Széchenyi szobor felé, ahol egyben az ünnepség keretében felavatjuk Sopron első 56-os városi emlékművét, amellyel adózunk az 56-os forradalomnak, és amely tulajdonképpen az országos 1956-os forradalmi szabadságharcnak az emlékét örökíti meg. Az 1956-os forradalom emlékére készült új szobrot október 20-án csütörtökön emelik be a helyére. Emiatt útlezárásra kell készülni a Széchenyi tér Templom utca felüli oldalán, várható a reggel 8:30-től 11 óráig. Október 1-e az Idősek Világnapja. Ebből az alkalomból zenés-táncos műsort szerveztek az IKVA nyugdíjas otthon vezetői az itt lakó idősek számára. Az ünnepségen a körzet önkormányzati képviselője dr. Farkas Ciprián is köszöntötte az egybegyűlteket. Az Idősek Hónapja alkalmából szervezett ünnepséget az IKVA nyugdíjas otthon vezetősége kedden délután. Az otthon lakóit ez alkalomból zenés-táncos műsor várta, és az itt élők is készültek a jeles napra. Milyen gazdag vagyok minden napban, minden pillanatban. Ajándék ez, csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg. A jelenlévőket az önkormányzat nevében dr. Farkas Ciprián, a körzet önkormányzati képviselője köszöntötte, aki beszédében kiemelte. Mindig örömmel látogatja meg az IKVA nyugdíjas otthon lakóit. Mindig azért szeretek idejönni önök közé, mert itt olyan idős emberekkel lehet találkozni, akiknek a tekintetében valami kis huncut mosoly bújkál, amit mindig nagy öröm felfedezni. És amennyiben igaz a mondás, hogy a fiatalság az olyan hiba, mely napról napra kevesbedik, akkor bizony önök nem is megöregedtek, csak csupán tökéletességbé váltak az idők során, és ez egy nagyon pozitív dolog. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1991-ben nyilvánította október 1-ét az Idősek Világnapjává. Október a szépkorúak hónapja is egyben. A megemlékezés célja, hogy felhívja a figyelmet az idősek problémáira, és lehetőséget nyújt, hogy megköszönjük a szépkorú embereknek mindazt, amit a társadalomért tettek és tesznek. Teljes teltházzal indult a Soproni Nyugdíjas Egyetem 12. szemesztere a Gyík rendezvényházban kedden délután. Az idei őszi szemeszter első eladását dr. Sarkadi Sándor az egyetem könyvtárának és levéltárának főigazgatója tartotta 1956 Sopron vértelen forradalma címmel. Az eseményen a nyugdíjas hallgatók újraélhetik az egyetemi polgárok életét, emellett példát mutathatnak a fiatalabb korosztálynak, hogy akkor is érdemes tanulni, amikor annak már nincsen tétje. Két hetes szünet után hazai pályán lépett pályára a Svitelszki SVS-e labdarúgó csapata a Merkantil Bank Liga 13. fordulójában vasárnap. Az ellenfél a forduló előtt a tabellán egy ponttal előttük álló Zalaegerszeg volt. Az összecsapás kettős hazai emberhátrány mellett vendéggyőzelmet hozott. Kovács Gergő kiállítása miatt már az első percben emberelőnybe került a vendég Zalaegerszeg. A védő szabálytalansága miatt megítélt büntetőt a második percben Babati Benjamin értékesítette, és ezzel gyakorlatilag el is döntötte a meccset. A 13. percben Jakab 12 méterről lőtt kapura, amely Heinrik előtt megpattant, és a kapu bal oldalába vágódott. Ezzel két gólusra nőtt a vendégek előnye. A 23. percben ismét Babati vált főszereplővé, Bobák középre rúgott labdájából 5 méterről a kapu bal oldalába lőtt.
Nem adta fel a kékmezes hazai alakulat. A 38. percben Szabó László pontos labdát adott a jó ütemben érkező Erdélynek, aki 7 méterrel a bal sarokba lőtt, ezzel 1-3-ra módosult az állás. A félidő végén Fazakas egy összecsapást követően összerúgott ellenfelével, ezért a játékvezető azonnal kiállította. A második félidőben a 9 emberrel küzdő Sopron teljesen visszahúzódott, de közben kontratámadásokból próbált eredményes lenni. A vendég Zalaegerszegnek csak arra kellett ügyelnie, hogy ne tegye saját maga számára nehézé az összecsapást. A végjátékban ismét a vendégek 10-es számú játékosa Babati volt eredményes, aki megszerezte harmadik gólját is, így az ETF fölényesen győzött. Az amúgy jól felfogásban játszó SVS-e nem érdemelt 4-1 arányú vereséget, de a két kiállítás megpecsételte a sorsát. Külső körülmények nem olyanok voltak, hogy ebből egy jó mérkőzés lehessen. Elsősorban nem a mi hiányból. 40. perc környékén már kettős ember hátrányban voltunk, egy fél időt úgy kellett végigjátszani. Én azt kértem a szünetbe a játékosoktól, hogy legyen tartásuk, ne szóljon meg az ellenfél ezek után minket. Próbáljuk meg esetleg még a kapu elé kerülni. Ezt megtettük egyszer-kétszer. Én azt mondom, hogy ebből is le kell vonni, ebből a mérkőzésből a tanulságokat, ebből a mérkőzésből is lehet építkezni, hogyha a csapat összetartása olyan lesz, mint a második fél időben volt, és úgy megyünk az elkövetkezendő meccseken teljes létszámmal, és még a játékot is esetleg hasonlóan tudjuk majd játszani, mint ahogy játszottuk az eddigi mérkőzéseken, akkor eredményesek leszünk. Az SVS a legközelebb bajnoki mérkőzésen október 22-én szombaton Moson-Magyaróváron lép pályára. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható majd. Minden, amit tudni, látni érdemes című műsorunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió szerdai híradójának végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója a Napraforgó lakópark. Csütörtökön esőre, záporra van kilátás, feltámadhat a keleti-délkeleti szél. A hőmérséklet 8-10 fok körül alakul majd.